Valószínűleg sokszor üvöltöztem Rózsi dalokat, de nem tudtam, hogy az Rózsi. De hát most így gyakorlatilag minden dalát ismerem, ami így lehetőségként felmerült, hogy elénekelhetjük. Demjének rengeteg korszaka volt. Én a Bergendis korszakát és a V-motorokos korszakát szeretem, és ott az elég egybe voltak a dalok. Ezen nőttem fel, meg hát ez szinte minden magyarba beleépültek ezek a kis dallamok, úgyhogy nem lehet nem hatása alatt lenni. Az tényes való, hogy nagyon dallamos zene és fülbe mászva, tehát nagyon megmarad az emberekben. Lesz azért egy ilyen karbonos feelingje, ami a mi számainkra jellemző. Ennek is két oldala van. Egyfelől van az, hogy ugye Carbon Fools maradjunk, másfelől van az, hogy Demjén úr a tisztelve és Carbon Foolsként funkcionálva valamit csináljunk, ami élvezhető. Mindenki, ha beleteszi a saját kis hangzásvilágát, ugye a hangszerét, ez értem a dobok, gitár, basszus, gitár alatt, akkor ez ettől lesz Carbon Foolsos. És hát a hangzás az meg a Titus elektronikája, amit ő bele tud még pluszként ebben a... I made a vice, don't you realize?